Kocsolászó vagyok, a DXN szabad, független online üzletépítője. Szeretném, ha megismernéd a családomat, a barátaimat és egy kicsit engem is. Online marketinggel foglalkoztam, volt egy közös vállalkozásunk, és új kitörési pontot kerestem. Az MLM-et egy óriási lehetőségnek tartottam, ez csak egy megfelelő partnert kellett találni. Elkezdtem bújni az internetet, és megtaláltam a DXN-t, kiváló cégnek bizonyult, de még mielőtt ezt eldöntettem volna, kiutaztam 2008 nyarán Malajziába, hogy a saját szememmel lássam, hogy valóban ez a legjobb cég a piacon jelenleg. A legfontosabb dolog, amit tanultam, hogy ahhoz, hogy valamiben a legjobb lehessek, ahhoz egy nagyon egyszerű dolgot kell tennem, a legjobbakkal kell együtt dolgoznom. Ezért nagyon fontos volt számomra az, hogy a cég, akit képviselek, az is a legjobb legyen, hiszen csak akkor tudok én lenni a legjobb. Számomra az MLM üzletben az egy legnagyobb kihívás az, hogy az embernek egy nagy csapata, nagyon sok értékes emberrel, de ezek az értékes emberek, ezek nagyon sokszor különbözően gondolkodnak, különböző vallásúak, különböző politikai nézetűek, más foci csapatnak szurkolnak, és hogy lehet megteremteni az egyensúlyt a különböző vélemények között, hiszen azt gondolom, hogy nekem, mint vezetőnek valahol a harmóniára, az egyensúlyra kell törekednem. Nagyon belevetettük magunkat a munkába, aminek az lett az eredménye, hogy a világon mi értük el leggyorsabban a Crown Diamond szintet. Nem ezért csináltuk, hanem egyszerűen csak itt volt a fókuszunk, és be akartuk bizonyítani, hogy az üzlet működőképes, és ez senkinek sem sikerült még eddig 22 hónap alatt. Most a cél az, hogy mi legyünk a világon a leggyorsabb Crown Ambassadorok, úgyhogy novemberre, amikor a cég 20 éves lesz, akkor ezt mindenképpen szeretnénk elérni. Sokkal jobb érzés az, amikor látom, hogy mások, akik nem hittek annyira magukban, sikeresek lesznek. Budapesten autóbuszvezető, aki én korábban voltam, hogyan lehet képes arra, hogy egy 12 000 fős nemzetközi hálózatot létrehozzon? Ehhez mindenképpen kell egy olyan vezető, aki ad neki egy víziót. Nekem nagyon nehéz volt ezt saját magamból elhinni az elején, és lám úgy tűnik, hogy mégiscsak meg lehet ezt csinálni így is. Jó érzés, jó dolgot adni az embereknek. Azt gondoltam, hogyha egy profi MLM-es szakember, egy tapasztalt üzletember összeáll, akkor az csak jót hozhatni. A család szerepe ebben nagyon-nagyon fontos, hogy egymást támogatjuk, oda-vissza, tehát én is őt, ő is engem. Nem kérdés az, hogyha ő külföldre utazik, én támogatom, és partner vagyok abban, ha esetleg hetekig nincs itthon, és ez nagyon-nagyon fontos, enélkül nem működik. Hogyan tud ennyit utazni, hogyan tud ennyit előadni, hogyan tudja így összetartani a hálózatot? Hihetetlenül szerencsés embernek érzem magamat, hogy egy olyan párom van, aki mindenbe támogat, és sokszor alá tudja rendelni magát az én céljaimnak. A gyermekeink is mindenben támogattak, és nekem kizárólag a munkára kellett fókuszálnom. Minden más feladat, ami a családban, általában a családfőnek a feladata, azt levették a vállamról. Nagyon régi vágyom volt az utazás, hogy megcsináljam az El Camino-t, de ehhez nem csak ugye pénz kell, hanem szabadidő is. Egy átlag ember általában ezt 30-40 nap alatt teszi meg, nekem csak 24 napon volt. Fantasztikus érzés volt, hogy nem tartottam senkivel a kapcsolatot, csak a családommal. Minden nap feltöltöttem néhány fotót az internetre, és a végén már több mint 1000-en követték. Tavaly nyáron, Ramadán idején Dubajban voltunk a családommal, és az ottani kollégák meghívtak egy Ramadán iftar partira, és megkértek arról, hogy beszéljek az El Camino-ról, az egyik legnagyobb keresztény zarándokútról, amit én megcsináltam. De azt gondolom, hogy semmi probléma nincs. Tehát amíg az MLM üzlet
így összehoz különböző vallású, különböző gondolkodású embereket, és ennyire együtt tudnak lenni egy közös cél érdekében, akkor ebben a világban semmi probléma nincs. A Laci egy olyan ember, hogyha ő valamit elhatároz, akkor azt véghez is viszi. A legnagyobb fejlődés a kreativitás. Tehát én még ennyire kreatív embert az életemben nem láttam. Tehát mindig töri valamin a fejét, mindig valami újdonsággal szolgál, és mindig okoz meglepetéseket. Laciék legnagyobb titka, hogy nagyon sok embert szeretnének sikeressé tenni, és ettől sikeresek ők maguk is. Meg vagyok arra győződve, hogy a marketing része, meg az üzleti része a legjobb kezekben van a DXN-nél nála. Mi sikerünk titka az, hogy szenvedéllyel csináljuk, amit csinálunk.